Na csácsó, hogy csöltészt a sziasztok, Gipper vagyok. Most adott a futár egy csomagot, azt úgy gondoltam, hogy csinálok róla egy ilyen unboxingot, meg kipróbáljuk egyébként, hogy működik-e. Ez a termék, ez nem más, mint egy ilyen okos óra jellegű dolog. Azért mondom, hogy jellegű, mert igazából leginkább talán egy aktivitás mérőre lehet, vagy ahhoz lehet hasonlítani, meg igazából egy hagyományos óra keveréke. És pont emiatt gondoltam, hogy nekem egy ilyen kell, mert igazából szeretem mindenképp az ilyen férfiasabb, ilyen maszkulinabb óraszerkezeteket, és egy csomó olyan funkció van például egy okos órában, amit én abszolút nem használnék, például semmiképpen nem telefonálnék vele, úgy értem, hogy a még Bluetooth-on keresztül sem, és nem Facebookoznék rajt, meg nem használnék applikációkat rajt, mert kicsi aki ez, meg úgyis ott a telefonod. Emiatt mindenképp egy olyan akartam, ami hasonlít egy rendes órához, és még egy nagyon nagy előnye van, hogy ennek az eszköznek elvileg az elem, mivel nem akkumulátor van benne, hanem elem élettartama, így ilyen 8 hónap, 8 és 12 hónapra datálják. Na, bontsuk ki. Egyébként, hogy furcsa hangokat hallottok a háttérbe, Sanyika ugye a kutyám itt rohangál. Azt igazából rág minden. Sanyika, moderáld magad? Menj innen! Ne vicceljél velem! Na, akkor itt van maga az óra, ugye a dobozába, meg kemény 2 darab papírt kaptam hozzá, meg a számlát, meg ilyeneket, de ugye kaptam egy IP 68-as tájékoztatót, hogy igazából az IP 68-as szabvány az mire, mit garantál, hogy gyakorlatilag mennyire vízálló. Egyébként ugye úszás, max. 3 óra úszást is garantál, szóval az IP 68-as szabvány, aki még nem tudta, az ugye az gyakorlatilag vízállót jelent, ami azért előnyére válik egy ilyen eszköznek. Meg kaptunk egy ilyet, ami azt jelenti, vagy azt a célt szolgálja, hogy a QR kód alapján le tudod tölteni az applikációt hozzá, ugye látni, hogy Androidos és Apple eszközökre is érvényes ez. Ezeket most félre rakom, én a telefonomra le is töltöttem az applikációt már, hogy ki tudjuk próbálni. Na de először nézzük meg akkor az órát. A dobozában egyébként nincs semmi, a cég csatolta mellé ezeket a dokumentációkat, itt ebbe a dobozba semmi nincs, természetesen töltő sincs, mert ahogy mondtam, ezt nem kell tölteni, hanem ez egy ilyen 8 hónapig garantálják, 8 hónaptól 1 évig addig tud működni. Na, így néz ki, ugye ezt itt le kell húzni. Ó, ezt imádom lehúzni, nem tudom, igen, a hátulján is van fólia egyébként. Hú, nagyon tök jó, nagyon masszív, és nekem nagyon tetszik ez a design. Régebben is hasonló óráim voltak mindig. Na, és akkor ezt a 2 gombot elvileg, ha hosszan nyomod, akkor bekapcsol. Acuc. On. De jó. Igen, és elkezdett felfele számolni, van elvileg világításunk. Aha, igen, ilyen zölden világít, akkor tök jó. Bejövős, gyerekek, így kapásból bejövős. Van rajta itt egy port. Viszont annyit csinálok, ú, de jó masszív szíja van, gyerekek, na ezt bírom. Egyébként ezt én nagyon szeretem, hogyha ilyen. Ez a G-Shock jellegű a egy óra. Letöltöttem az applikációt, mindjárt el is indítjuk. Na srácok, párosítottam is a telefonommal az eszközt, és már be is állt ugye az idő, nem is kell természetesen beállítani, ugye írja, hogy hány óra van, amint látjátok. Egyébként ott vannak lent a különböző módok, amiket ugye tud természetesen a telefonon keresztül sokkal egyszerűbb vezérelni minden funkciót. Tud értesíteni ugye például telefonhíváskor, tud értesíteni, ha üzeneted érkezik. Természetesen az összes ilyen funkció, amit az aktivitásmérők tudnak, azt tudja. Leginkább ez az értesítés funkció, ami engem úgymond talán érdekel. Egyébként azt látom, hogy ezen még mindig van egy fólia ezen az üvegem. Azért egy kicsit olyan furcsa. És ja, bejön. Egyébként nekem tetszik a kivitele is. Ilyen tök jó kis masszívnak tűnik. Felrakom a kezemre, megnézem, hogy mekkora. Hú, hát ez nem kicsi. Nőknek nem ajánlott, mondjuk úgy.
Így, hát így néz ki. Hát igen, ez nem egy műves szerkezet, világítás. A világítás benyomod, akkor zölden világít ugye a háttér. Tök jó, nekem tetszik egyébként. Esetleg az applikációt még megnézhetjük, ha gondoljátok, hogy mi az, amit tud. Az a lényeg, amint látjátok, hogy lehet ugye, hogy üzeneteket, üzenetértesítések legyenek, hívásértesítések, különböző applikációk, hogy értesítsenek. Itt mi van? Hát ez így ilyen izé. Settings, időformátum, targetet lehet beállítani, ja, magának az applikációnak a hátterét itt lehet variálni. Jó, srácok, igazából ennyi. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Remélem azért valamennyire hasznos volt a videó. Egyébként Emac-tól elkezdve szinte az összes oldalon megtalálható ennek az órának a különböző gyártók által készített változata. Én ezt azért mondom, mert én ezt az órát gyakorlatilag láttam körülbelül egy ilyen tizenvalahány gyártótól, ugye ettől függ az ára is. Valamelyik olcsóbb, ilyen 4-5 ezer forint körül van, a úgymond idézőjelbe, tehát nívósabb gyártóktól esetleg felkúszhat 10-akárhány ezer forint is, de maga a funkciók azok pontosan ugyanazok. Na, köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!